időszak van, mert hát a kő, vagy a hímek rendkívül huncutok, azok nem akarnak a kölyök nevelésben részt venni, úgyhogy külön kolóniában vannak a hímek és külön a nőstények. Úgyhogy ezt a könnyű műfajt választják a férfiak ott a denevér kolóniában, és hát persze, amikkor aztán megtörténik a kölyköknek a fölnevelkedése, július végén, augusztusban már röpülnek a denevér kölykök is, és akkor közeledik az az időszak, hogy elindulnak a nyári tanyahelyről a téli tanyahelyek irányába, akkor jönnek a hímek, és bizony onnantól kezdve már érdekli őket a női társaság, mert hogy ősszel van a párzási időszak. Ami persze nagyon jó egyébként, mert ez egy olyan erős kapocs az egész nagy populáción belül, amire szükség van. Tehát nyilván az, hogy hogy a párzás is jól sikerüljön, ahhoz ugye találkozni kell a hölgyeknek és az uraknak, de nem csak az a jó, hogy ez mondjam így, hogy örömszerzés és egyben a túlélésnek a záloga, hanem azért is a túlélés záloga, mert amikor a nyári tanyahelyekről elindulnak a tapasztalatlan fiatal denevérek a telelőhelyekre, akkor nagyon nem mindegy, hogy oda találnak-e egyáltalán. Hogy tudják-e ugye a fiatalok, hogy hova kell menni, mert hogyha véletlenül rossz telelőhelyet választanak maguknak, mert ugye téli álmot kell, hogy aludjanak a denevérek, ha rossz telelőhelyet választanak, akkor elpusztulnak. De mivel hogy a találkozások során van alkalom arra, hogy idős és tapasztalt denevérekhez csatlakozzanak a fiatalok, ezért gyakorlatilag az idősek aztán elkísérik őket a jó helyekre. Ez rendkívül fontos, ez ugye megint a populáció belül egy nagyon fontos, ez az információ átadás. Mert ugye úgy néz ki, hogy ezek nem ilyen tudatlanul röpülnek ide-oda ezek a denevérek, hanem tényleg egy nagyon jó szervezett szabályok szerint tanulással történik a tudás átadása. Úgy gondoljuk el, hogy a denevérek mondjuk itt az Alföldön szeretnek egyébként kölykezni. Az Alföld az egy nagyon jó hely, mert ugye viszonylag kiegyenlített hőmérsékleti viszonyok vannak, nagyon kevés a éjszaka a csapadék, ugye fönn a hegyekben minden második este esik az eső, az Alföldön meg ugye már sokszor egy hónapig várjuk, hogy na mikor fog már végre esni az eső. Ezért a denevéreknek jó, ha nem esik sokat az eső, mert akkor tudnak rovarokkal táplálkozni. Ugye bejön egy 2-3 napos esős idő, akkor baj van, mert nincs miből produkálni a tejet, és a kölyköket nem tudják etetni. De itt az Alföldön ez a veszély nincs. Tehát lejönnek az Alföldre, itt fölnevelik a kölykeiket, majd elindulnak a barlangok irányába, mert hogy a denevérek elsősorban barlangokba szeretnek telelni. És aztán ott fönn a barlangoknál történnek ezek a nagy találkozások. Szoktam mondani, mi ugye a kultúrádban és a diszkóban találkozunk ugye egymással, a denevérek meg a barlangok bejáratánál. És ott történik meg a nagy ismerkedés, és ott történik aztán meg az, hogy tanulnak egymástól. Tehát ott a fiatalok tényleg az van, hogy mennek a tapasztalt idős